Lungila mindenáron Európában szeretne focizni. Ezt az álmát most egy év után félre kell tennie. A Nemzetközi Migrációs Szervezettől kért segítséget, hogy hazamehessen Dél-Afrikába. A focista 2019-ben érkezett Spanyolországba, ide szólna a szerződése, amit azonban anyagi okok miatt nem kapott meg. A menedékjogi kérelmét pedig Belgiumban elutasították, arra hivatkozva, hogy Spanyolországnak kell intéznie. Ám ekkora dolgok a hazájában megváltoztak. Even when I got here, I got like 3 football clubs, and then Amikor idejöttem, akkor 3 futballklub is érdeklődött. Én viszont egyikkel sem tudtam beállni, mert nem volt munkavállalói engedélyem, nem voltak papírjaim. Szóval csak edzeni tudtam. Júliusban pedig kisbabánk született, szóval már a családra is gondolnom kellett. Nem volt vesztegetni való időnk, nem tehetem meg velük. Mindent meg kell tegyek, hogy velük legyek, és ne csak folyton folyvást utazzak. Nem akarom, hogy olyan stressz és pánik helyzeteken menjenek keresztül, mint én, mondta a focista. A Nemzetközi Migrációs Szervezet logisztikai és anyagi támogatással segít azoknak, akik önként döntenek úgy, hogy hazatérnek. Lungila esetében a hazaútját fizették. Az EU igyekszik minél több embert hazajuttatni azok közül, akiknek elutasították a menedékjogi kérelmét. Átlagosan évi 370 ezer ilyen kérelmet utasítanak el, azonban csak a kérelmezők 1/3 tér haza. Azok a tagállamok, amelyek megtagadják a menekültek befogadását, támogathatják a hazajuttatásukat. Ez a projekt azonban kockázatos lehet egy nemzetközi jogi szakértő szerint. Ez a politika valójában falakat fog felhúzni, ezzel pedig maga a probléma nem oldódik meg, csak még több jogalkalmazási és bírósági munkát eredményez. Mert a probléma az, hogy ütközni fog a tagállamok nemzetközi jogi kötelezettségeivel. Ezek olyan intézkedések, amelyek veszélyeztetik az emberi jogok védelmét, a visszaküldés tilalmának elvét. Hiszen ez azon az alapvető elven alapszik, hogy nem lehet valakit visszaküldeni egy olyan országba, ahol veszélyben van, vagy kínzásoknak van kitéve, mondta a nemzetközi jogi tanácsadó. A belga kormány partnere a Nemzetközi Migrációs Szervezet projektjének, szerintük a hazaküldés folyamata fejleszthető. Úgy gondolom, hogy többségében egyedülálló férfiak térnek haza, de egyre többször látunk gyermekes családokat is. Ezek nagyon kiszolgáltatott esetek, olyan emberek, akik hosszú ideje papírok és dokumentumok nélkül járták az utcákat. Az ő felkészítésük és visszaintegrálásuk szempontjából is fontos, hogy időt szánjunk arra, hogy megkapják a megfelelő segítséget, és megbízható partnereket találjunk a szülőföldjükön, mondta az önkéntes visszatérésekért felelős vezető. Az Európai Bizottság ennek érdekében egy visszatérési koordinátort nevez majd ki.